Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Deasz Falkó KC szombathelyi mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. A vendégek vezetőedzője Gaspar Okonhoz fordulok, és megkérem, hogy értékelje a mérkőzést. Filip Tisza, a Kör Páci Badgé. Congratulations to Davidson. Very simple. We opened the game really bad. Very soon was more than 28 points for home team. They are also scoring some really difficult shots. But later when we try to change the plan, then we really try to come back. We have probably one chance, but if the home team has 53 rebounds, 21 offensive rebounds, we don't need to discuss about that. Nagyon egyszerű a képlet, rendkívül rosszul kezdtek. Nagyon korán beállt ez a 20 pont körüli különbség az elején. Extrán dobott a Debrecen, ezt hozzá kell tenni. Volt esélyük visszajönni a meccsbe, de akkor sajnos ez nem sikerült nekik. Leszedtek, a Debrecen leszedett 53 lepattanót, és ez nagyon sok. És talán ez is lehetett a különbség. Thank you very much. Hazaiak vezetőedzőjét Berényi Sándorhoz fordulok. Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, ahogy ez elhangzott. Ez nagyban befolyásolta a mérkőzést. A végre mégis visszajött az ellenfél, de a végjátékban ezúttal sikerült higgadtnak lenni és megnyerni még a mérkőzés, ahogy láttam. Igen, valóban kulcs volt szerintem a kezdés. Készültünk is arra, hogy koncentráltan kezdjük a meccset, hiszen Szegeden ez nagyon rosszul sikerült. Illetve azt is tudtuk, hogy hosszú út után Falkó, az országban játszottak, aztán ide kellett utazni, tehát nyilvánvaló, hogy talán ilyenkor kicsit mocskásabbak az izmok. Ezt is szeretjük már kihasználni, és azt gondolom, hogy ez egy jó alaphangot adott, sikerült valóban meglépnünk. Viszont azzal is tisztában voltunk, hogy a Falkó képesen kívül a veszélyen is jól érkezni egész pályán, és sajnos azért meggyűlt a bajunk ezzel. Illetve a végén azért ők is adottak néhány extra dobást, amit valóban látótávolságon belülről kerültek. A közszerűen most abszolút igaz, hogy szerencsére mindig volt valaki a csapatban, aki átlentette a társaságot a holdponton. Közszerűen, de ez most abszolút így. Köszönöm szépen és gratulálok a győzelemhez. Várjuk Benedekhez, a vendégek játékosához fordulok. Gyakorlatilag szerda-szombat ritmusban játszátok a mérkőzéseket, mennyiben befolyásolta ez akár a találkozó elejét, akár bizonyos periódusokat a mérkőzésen? Hát először is szeretnék én is gratulálni a Debrecennek, hiszen megérdemelten nyertek. Nem tudom, így ahogy elhangzott, lehet, hogy az ritmainkban ez a fáradtság benne volt, de ezzel mi is számoltunk, és mi is tudjuk, hogy milyen utat tettünk meg. Én azt gondolom, hogy kellő felkészülést kaptunk a Debrecenből, az edzőinktől, de nagyon sok dolgot sajnos nem sikerült megvalósítanunk abból, amit akartunk. Ahogy elhangzott már itt előttem, tényleg ez az 5-3 lepattanó rengeteg, erre jobban oda kellett volna figyelnünk. Próbáltunk ritmust váltani, vissza is jöttünk a mérkőzésbe, de tényleg Debrecenben mindig volt valaki, aki hozott egy-egy extra dobást, vagy volt valaki, aki átmenítette őket a holdponton. Mi talán belefáradtunk abba, hogy vissza kellett jönnünk 24 pontról, azt hiszem, úgyhogy ez volt a vereségünk oka. Köszönjük a szurkolóinknak, akik eljöttek ide is az ország másik felébe szurkolni nekünk. Kedden olyan mérkőzésünk van, úgyhogy meg kell tanulnunk a hibát ebben a mérkőzésből is menni tovább. Köszönöm szépen! James Manigathoz, a hazaiak játékosához fordulok. Ugye eddigi mérkőzéseken általában Milos Borisov és maximum egy játékos tudott felnőni hozzá. Gyakorlatilag ezen a találkozón több vezére is volt a csapatnak, többek között ő is. Hogy látta a mérkőzést? Until now it was only Milos Borisov who could step up when it was needed. But today it was more than him. For example, like you could manage to step up when it was needed. How you managed to do that? It was really a team effort, I think, from the start. We all know what Milos can do for our team. He's an incredible scorer. He makes a lot of very tough shots, and he bailed us out a lot in the past. So it was a big team effort today. A lot of guys stepped up in different spots. Henry played incredibly well. Daniel played, I think, one of the best games that he's had so far this season.
But you know, we prepared hard during the week, and after an emotional loss last week in Szeged, we had a really tough week of practice, and we turned our emotions around. We changed our attitude in the middle of the week, and we really look forward to this game. And I think the start of the game really showed that we were ready, we were prepared, and you know, that's thanks to coach, thanks to coaching staff, and to follow the game plan the way we were supposed to. Tudjuk, hogy Milos mire képes a csapatért, egy igazi dobógép gyakorlatilag, viszont azt is tudtuk, hogy fel kell nőnünk hozzá, ezért a héten már máshogy készültünk. Ugye a múlt héten Szegeden egy nagyon fájó vereséget szenvedtünk, tudtuk, hogy valamivel változtatnunk kell, megpróbáltunk nézőpontot váltani, és a hét közepétől ebben a metódusban készültünk. Úgy érzem, hogy ez jól sikerült, látszott a mérkőzés elején, hogy készen állunk, és ez mind az edzői stábnak köszönhető, hiszen elképesztő munkát végeztek rajtunk. Köszönöm szépen, még egyszer gratulálok a hazaiaknak a győzelemhez, a vendégeknek pedig sok sikert kívánok a folytatáshoz.